mezőgazdászok és a gazdák jövő évben kritikus helyzetbe kerülhetnek, sőt, többségük az egyszerű túlélésre fog majd küzdeni 2011-ben. A gazdasági válságnak más ágazatok mellett a mezőgazdaságra nézve is súlyos következményei voltak. Az ágazat, tehát a mezőgazdasági ágazat tavaly 103 millió eurós bevételkiesést kellett elszenvednie, éppen ezért a következmények kritikusak. Ezt súlyosbítják az idei évben a szélsőséges időjárás következményei, ennek köszönhetően a bevételkiesés a károk a több száz millió eurós nagyságot is elérik. Éppen ezért, tekintettel ezekre a körülményekre, a Magyar Koalíció pártja nem ért egyet azzal, hogy a szlovák kormány el akarja törölni a piros gázolaj kedvezményes jövedéki adójának a mértékét, és be akarja vezetni az általános jövedéki adót, mint más kőolajipari termékre. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ebből származó vélhetően 44 millió eurós hozadéka az államkasszának jövőre nem fogja kiegyensúlyozni a károkat, mert a másik oldalon az objektív körülmények, amelyekről beszéltem, illetve a kormány tervezett intézkedése közel 10 000 munkahely megszűnését vonhatja maga után, és ennek pedig az a következménye, hogy 50 millió eurós kiadási többlettel kéne számolni az államháztartásnak, mert hiszen a megszűnt munkahelyek esetében, hogy a dolgozók után dolgozóknak kell fizetni munkanélkül segélyt, illetve szociális segélyt később, és emellett a megszűnt munkahelyek véget ugye a munkáltatók nem fognak fizetni a dolgozóik a megszűnt munkahelyek véget és a dolgozók után járulékokat a szociális biztosítóba. Mi lesz tehát ennek az egyenlege, ennek a hozadéka? Ennek a hozadéka igen negatív lesz, mert tulajdonképpen csak a mezőgazdászok ellehetetlenítése, a munkahelyek tömeges megszüntetése lesz csupán mindezen intézkedésnek a következménye. A Magyar Koalíció pártja egyúttal nem ért egyet a további intézkedésekkel sem, a szarvasmarha tenyésztés támogatása csökkenni fog a kormány szándéka szerint 19 millió euróval, a mezőgazdasági termények saját gazdaságban történő értékesítés esetén csökkentik a kedvezményes hozzáadott érték adókulcsot, ugye, ami ma 6%. Ezzel sem értünk egyet, és a Magyar Koalíció pártja nem ért egyet a sör jövedéki adójának megemelésével sem, mert hiszen ez maga után vonja átmenetileg a sör eladásának a csökkenését, a volumen csökkenését, illetve ilyen módon ugye a sörárba termesztésének, előadásának a csökkenését, illetve a komló esetében ugyanezt. Tehát újra a mezőgazdaságot érintik ezek az intézkedések negatívan, és átételesen nem csak a mezőgazdaságot, nem csak az egész ágazatot, hanem azokat is, akik termelnek, és ezen belül főleg azokat, akik termelnek, akik ugye terményeket állítanak elő, akár tejet, akár húst, akár más mezőgazdasági terményt, és ilyen formában őket sújtja, nem pedig azokat, akik haszonélvezői az alanyjogú Európai Uniós támogatásnak. De közvetve természetesen minden fogyasztót, minden polgárt érintenek ezek az intézkedések, mert mindezen intézkedéseknek árfelhajtó hatásuk lesz majd a következő évben. Emellett el kell mondani azt is, hogy jövőre az állami költségvetés keretében a nemzeti források, tehát a nemzeti forrásokból a bevétele az ágazatnak, a mezőgazdaságnak csökkenni fog. Igaz ugyan, amikor a miniszter úr azt állítja, hogy az Európai Uniós forrásokból származó bevételek emelkedni fognak, csak pontosan ehhez a társfinanszírozás, a nemzeti társfinanszírozásnak a értéke, amely most már maximalizált ugye Brüsszelből, most már maximális határt megállapították, nem lesz kielégítő, nem fogja elérni ezt a Brüsszel által megszabott maximális határt, és éppen ezért gond lehet jövő évben a hazai termények és termékeknek a konkurencia képességével, ugye, az élelmiszer üzletláncokban a behozott árukkal szemben. Hasonló eset állhat fönt, mint 2004-ben, amikor Szlovákia az Európai Unió tagjává vált, akkor ugye megszabta Brüsszel 55%-ban a nemzeti társfinanszírozásnak a mértékét, és a következő évben is ez az érték volt 2005-ben, és mi akkor azt mondtuk, a szakma azt mondta, a politika azt mondta, hogy ez diszkrimináló hatású, mert így módon a hazai termékek és terményeknek az ára nem ez konkurencia képes a behozott termékekkel és termékekkel. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy ma ugyanilyen lépéseket tervez a szlovák kormány, és nem értjük, hogy miért akarja így módon azt, hogy a hazai termékek elveszítsék konkurencia képességüket. Sőt, mi azt mondjuk, hogy ha ennek az oka az, hogy a szlovák
közpénzek tekintetében, tehát a szlovák állami költségvetésben kevés a forrás arra, hogy a társfinanszírozás maximális mértéken legyen, akkor azt javasolja a Magyar Koalíció pártja, hogy ellentétben a mezőgazdászokkal, hogy ne az általános forgalmi adókulcs legyen megemelve még 1%-kal, mert hiszen az minden fogyasztó, minden polgár vállára sújtja a terheket, hanem mi azt állítjuk, hogy mindazon ágazatok számára, amelyek magasan nyereségesek, és ezen belül keresünk egy olyan ágazatot, amely szorosan összefügg a mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral, ilyen mondjuk a nagy áruházláncokat üzemeltető vállalkozók, számukra kéne esetlegesen speciális forgalmi adót, vagy pedig speciális jövedelmi adót megfogalmazni, meghatározni, vagy esetlegesen a jövedelmi adókulcsot kéne oly mértékben növelni, amely még számukra elfogadható, és nem fogják ezt áthárítani az ilyen, nem lesznek ennek következményei ugye a fogyasztókra nézve, nem fogják a polgárok megérezni ennek a negatív hatását, viszont itt mindenképpen ebben a gazdaságnak ebben a szegmensében van olyan forgalom, van olyan nyereség kulcs, amelynek köszönhetően ők, az üzemeltetők és a tulajdonosok a közterheviselésből nagyobb részben részesülhetnek. Éppen ezt gondoljuk, hogy így módon lehetne esetlegesen kompenzálni annak a nagyobb bevételnek ugye a súlyát, amely a nemzeti társfinanszírozást magasabb mértéken, a maximális mértéken valósítaná meg. Igaz ugyanaz, hogy ezeket a pénzügyi és adó intézkedéseket a kormányon belül nem a mezőgazdasági tárca fogalmazta meg, hanem ezeket a pénzügyminisztérium javasolta. Azonban hiányoljuk a mezőgazdasági tárcának a kritikáját, esetlegesen az alternatív véleményét, mert hiszen a mezőgazdasági tárca feladata lenne az ágazat érdekképviselte, érdekvédelme, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy határozottabb lépéseket tegyen a tárca, éppen azért, mert a következő évben a gazdák, a mezőgazdasági vállalatok talpon maradása lesz a tét. Tehát 2011-ben azért kell küzdeniük a mezőgazdaságban aktív vállalkozóknak, vállalatoknak, gazdáknak, hogy egyáltalán túlélje ezt az igen nehéz időszakot, amely a következő évben rájuk vár.